érkeztünk az EP kampány hajrájába. Mi a tapasztalat az országjárással kapcsolatban? Az elmúlt hetekben több mint 200 helyen tartott a Fidesz fórumot, rendre teltház mellett. Ezek a fórumok abban erősítettek meg minket, hogy szerte az országban mindenhol tisztában vannak azzal, hogy mennyire fontos a mostani európai parlamenti választás. Ez lesz az eddigi legfontosabb európai választás, mert nem csak 5 évről döntünk, nem csak arról, nem csupán arról, hogy kik lesznek a képviselőink Brüsszelben, hanem sokkal többről, arról, hogy a következő évtizedekben fent tudjuk-e tartani a saját biztonságunkat, amit most a bevándorlás alapjaiban fenyeget. Nekünk Kinenegerből azért távolinak tűnik Brüsszel. Miért fontos, hogy az egyiek is elmenjenek minél nagyobb számban szavazni? Azért, mert azok a viták, amelyekről évek óta beszélünk, ezen viták kimenetele az a mindennapi életünket, ugye az egriek életét is meghatározza. Tehát egyáltalán nem mindegy, hogy az energiárak meghatározása, az adók meghatározása, említhetném az igazságszolgáltatási kérdéseket, vagy éppen a bevándorlás politikát, ezeken a területeken hol születnek a rólunk szóló döntések. Ha saját kezünkben sikerül tartani ezeket a döntéseket, akkor sokkal nagyobb eséllyel tudunk jó döntéseket hozni. Ennek is köszönhető egyébként, hogy a magyar gazdaság az elmúlt években egyre jobb teljesítmény nyújtott, és azt gondoljuk, hogy ennek a hatása már a mindennapokban is érezhető. Több a munkahely, minimálbért sikerült megduplázni 2010-hez képest, és a családtámogatási program is bővül. De hogy ezeket az eredményeket fent tudjuk tartani, hogy tartósá tudjuk tenni, a biztonságunkat fent kell tartanunk. Ezért érdemes ott lenni május 26-án. Milyen hatása lehet egy ilyen városra, mint Eger, ez az EP választás és ennek a kimenetele? Ugye engedd meg, hogy távolról közelítsem, vagy távolabbról közelítsem meg ezt a kérdést. A rendszerváltás óta nagyon sok vitán vagyunk túl. Nagyon sok politikai küzdelme. De azt mondhatjuk, hogy talán még soha sem voltunk ilyen közel ahhoz, hogy miközben a szabadságunk a kezünkben van. Egyre több, egyre nagyobb jólétet is sikerüljön magunknak kiharcolni. Tehát, hogyha a saját kezünkben tudjuk tartani a meghatározó döntéseket, a gazdasági kérdésekben, a biztonság kérdésében, a bevándorlás kérdésében, akkor jó esélyünk van arra, hogy Magyarország továbbra is egy erősödő időszakát fogja élni. És úgy értesültem, hogy ön egyébként Heves megyei. Gyakran jár itt Egerben? Gyakran járok, valamikor magánemberként, valamikor nyitrai képviselő úr meghívására. Gyöngyösi vagyok, a Mátra alján nőttem fel, tehát amikor Hevesbe hívnak, akkor mindig kétszeres az ember kötelessége arra, hogy el is jöjjön. Most ezekben a napokban a személyes megkereséseken, a személyes találkozásokon van a hangsúly. Ilyenkor a fórumokon kívül minél több embert próbálunk elérni, telefonon személyesen buzdítjuk őket arra, hogy minél többen vegyenek részt a választáson, mert ez lesz az eddigi legfontosabb európai parlamenti választás. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm.